Rajtaütésszerű ellenőrzést tartottak az Eliosnál és még 4 cégnél márciusban, írja az Index. Az Európai Bizottság ellenőrei azt vizsgálták, többek között a korábban Tiborcz Istvánhoz tartozó cégnél, hogy a vállalatok karteleztek-e. Az ellenőrzés tényét a portálnak céghez közeli források is megerősítették. Az ellenőrök elektronikus eszközöket és adathordozókat foglaltak le. Az Eliosszal kapcsolatban korábban már az Európai Csalás elleni Hivatal is megállapította, hogy szabálytalanul használtak fel uniós forrásokat, ezért azt javasolták, hogy vonják vissza Magyarországtól a teljes támogatási összeget. Ezek után a kormány viszont úgy döntött, hogy már be sem nyújtja az igényét az uniós támogatásra. Nekem egyebek közt az a dolgom, hogy figyeljek, és azt mondtad, hogy neked nincs Facebook oldalad, de ez egy külön történet. Igen. De most meg kell indokolnom? Hát, ha egyszer mondtál egy ilyen mondatot. Igen, de ez azt gondolom, hogy rám tartozik egyesületen. Jó, hát csak mondtad. Ez magánügy. Igen. Értem, csak igen. Mondtad. Uh-huh. Jó, rendben van. Akkor maradjunk a történetnél. Az UNICEF az izgalmas NERS szendvicsbe került, azt hiszem ez az UNICEF-es mosógépes történet, ami igazolja az én problémáimat, hogy bizony a hatalom nagyon sokat nem tesz ezért a kérdésért, miközben egyébként tehetne, és ugye a végén, amikor azt a bejátszóban azt hangzott el, hogy nem nyújtja be támogatási kérelmét újra Magyarország az Európának, az azt jelenti, hogy akkor azt végül is mégis mi fogjuk kifizetni a nap végén, miközben vehettünk volna belőle 15 mosógépet, vagy 150 mosógépet a helyen, vagy lélegeztető. Ez most nyilván hogy mondjam, egy kicsikét populistának hangzik és hangozhat, de hogy attól függetlenül sajátos módon igaz, és az, hogy azt mondod, hogy ennek nincsen feltétlenül Magyarországon az alapja, hogy ilyesmi típusú változásokat tudjunk elérni, az egyikben azt is mondod, hogy nem is lehet változást elérni, én viszont nem hiszek a változatlanságban. Ez logikailag se állja meg a helyét. Akkor azt implikáltad. Hogy ne lehetne, csak rengeteg munkába kerül, és nagyon mély munkába kerül. Egyáltalán nem hajtom azt, hogy nem lehet. Azt állítom, hogy most nincs. Örvendek, hogy akkor végül ebben a kérdésben egy pontra jutottunk. Bízom benne, hogyha majd az Európai Ügyészség Magyarországon aktív lesz, vagy az Olafnak a különböző szervezete aktív lesz, hogy a bizottság... De miért nem elég ez? Igen, azt mondom, hogyha a bizottság tovább is alkalmazza ezt, a direktben átnyúlunk a hatóságok felett, és direktben megfogjuk a... Hát ez ugye az Olaf vizsgálatnak köszönhető, nagy valószínűséggel. Igen, de ez egy unikális történet, azt mondom, ilyen még nem történt Magyarországon. Nem tudjuk, hiszen erről sem volt hivatalos közlemény. Szerintem tudnánk róla, és ez egyfajta új joggyakorlatnak a kialakítása. Elnézést, az Amestik sejtelmesen mosolyog, és ez mindig jelent valami. Ne keverjünk össze két dolgot, az Olafot meg a kartelgyanút, ez két különböző dolog, jó? Az Olaf jelentés leírt, amit leírt, hogy ezzel ki mindenki nem foglalkozott, azt tudjuk, ebben most nem menjünk bele, és végül az a döntés született, hogy jó, rendben van, be sem nyújtjuk a kérelmet, és ebben Andrásnak igaza van, tisztelt választópolgár, ezt te fogod majd megfizetni. Pont. Ennek a történetnek itt vége van. Aztán van egy kartelgyanú, ami teljesen nem, más de dolog. Van, Péter, itt a cikkben az szerepel, az Eliosz és a most vizsgált többi cég esetében az is egy lehetőség, hogy a 2018-as Olaf jelentés hívta fel a versenypolitikai főigazgatóság most figyelmét. Most én újságírókkal nem szívesen vitatkozom, én a tényekről beszélek, ők de meg a véleményüket. De föl. A kartelgyanút biztos nem ők tárták föl, most ebben nem menjünk bele, az egy másik de hivatal. De föltárhatták, de nem ez a kérdés. A kérdés az, és akkor megint, hogy kifizeti meg, hogy itt valóban a bizottság döntése alapján át lehet nyúlni a nemzeti hatóságokon. Következés, de ez új, ez nem volt. Pontosan. Következésképpen, ha itt megállapítanak valami kartet, teljesen mindegy, akkor bírságot szabnak ki. A bírság összege pedig megegyezik a beruházás összegével. Következésképpen ezt annak a cégeknek, akik a kartelgyanúba keveredtek, kell kifizetni, és ha azoknak nincsen pénz, akkor majd megint kapnak állami megrendelést, és megint a közpénzből lesznek kifizetve, amit megint csak mi fizetünk. Ezért értek egyet az Andrással. Nem kell trükközni, szerintem állami megrendeléssel simán céget megmentenek. Tehát nem hiszem, hogy ilyenekkel szórakoznának már, hogy becsomagolnák valamiben. Ugye, hogyha szólt, azért nem lehet eljátszani azt a trükköt, amit a magyar joggyakorlatban látunk, hogy mire a végrehajtásra kerülne sor, addig a cégnek se híre, se hamba. Mert akkor ezt át lehet konvertálni az országgal szemben. Most mindegy, ebben nem menjünk bele, tehát ez végül erről van szó, hogy így is, úgy is a
mi pénzünk. Mi az üzenet a történetnek? A pontosítás kedvéért csak annyit, hogy ugye az OLAF az a csalás elleni európai hivatal, és az Európai Bizottság versenyfelügyeleti bizottsága, aki most vizsgálódik, ez olyasmi, mint nálunk a versenyhivatal. Tehát, hogy ugye a verseny tisztaságát nézik meg, és miután ez egy uniós közbeszerzéses eljárás volt, ezért nyúlhatnak át csak az állam. Persze, egy teljesen magyar ügyben az Európai Bizottság nincsen keresni valója. Az nyilvánvaló, de ez ilyen szemben egy precedens értéki történet, hogyha egy kis mágszemnyi EU-s forrás is benn van a történetben, akkor mostantól kezdve az Európai Unió megtalálhatja, és a bizottsága megtalálhatja módját annak, hogy kikerüljön a magyar hatóságokat. Eddig is megtalálhatta volna a módját, volna. És ez nem a hatóságnak a megkerülése, hanem miután a magyar hatóság nem intézkedett, ez ennek a következménye. És a tanulság ebből az, hogy lehet, hogy az Európai Unióban, most már ugye, azt hiszem ez is benn volt a cikkbe, hogy mivel az Európai Néppárt nem biztos, hogy védi ezeket a magyarországi ilyen gyanús közbeszerzéseket, lehet, ilyen hogy elengedték. Nem találtam, én de nem lehet. Tudom, valahol olvastam, Én is belelátni vélem, hogy ez lehet egyfajta üzenetértékű a néppárt irányából a Fidesznek, hogy mi tudunk esetleg másként is átszani. Akkor igaza van a Fidesznek, hogy ez egy politikai támadás. Ebben a sajnos teljesen igazad van. Szerintem senki nem vitatta az elmúlt időszakban, és ugye ez viszont azt is jelzi, hogy a Fidesz miért szeretne az Európai Néppárt részévé válni, mert olyan védelmet kap az Európai Néppártól, olyan védelmet kapott az elmúlt 8-9 évben az Európai Néppártól, amit még eddig soha senki, és ebbe beleértjük az európai forrásokkal való gazdálkodás, meg és 15 idézőjelet mindenki tegyen ki, legyen szíves, illetve a demokráciának csak, a ez egy olyan csiki-csuki, amiben mi nem biztos, hogy kiismerjük magunkat. Nekünk egyáltalán, mi választónak ebben a szerintben egyáltalán nincsen könnyű helyzetünk. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van a Európai Néppárt vezetőjének egyfajta ambíciója, és szüksége van politikai támogatásra, és azok, akik ezt a politikai támogatást úgyis, mint a szociális és a liberális frakciónak a politikusai, meg tudják adni, ők ezt elvárják most már a néppártól, aki úgy látszik, hogy legalább részben teljesíti ezeket. Vége főcímmel 36 mondandó. Mondandó, hogy a jogállamnak a kereteit mindenképpen tartsuk be, ezek az ügyek is tulajdonképpen erre vonatkoztak. Ha egyetértünk vele, hanem máskülönben nem lehet egy olyan államot fölépíteni, amiben mi szeretnénk majd élni. Hát ez volt a végszó. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, téma nélkül nem maradunk, jövő héten is jelentkezünk. Viszontlátásra. Köszönöm nektek is.